Idén eddig közel 10 millió forint adományt kapott civil szervezetektől a Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Ezúttal az országos hálózattal rendelkező Malsó Kft. Volt az adományozó. Minden olyan civil kezdeményezés, amely hát az adakozó képességből, a szeretetből ered, és a felelősségvállalásból, amit ugye valamennyien hát úgy érezzük, hogy felelősséggel tartozunk az itt lévő emberek egészsége céljából. Ezeket a civil kezdeményezéseket az intézményünk nagyon nagy örömmel fogadja. Most ebbe a évbe is a Marsó Kft-től 6 darab klímaberendezést kapott a fülorgégészeti osztályunk és a szakrendelője, mintegy 1 millió forint értékben. A több mint 25 éves múltra visszatekintő nyíregyházi vállalat közel 300 munkavállalója teszi lehetővé, hogy a cég ilyen formában is megvalósíthassa társadalmi felelősségvállalását. A Marsó Kft. Évek óta zászlajára tűzte, hogy támogatja a helyi sportot, a kultúrát és az egészségügyet. Az elmúlt évben nagyon sokat lehetett hallani a Marsó és a sport összefonódásáról, de természetesen erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy mind a kultúrában, mind a sportban, mind a egészségügyben ezeket a kitűzött támogatásokat biztosítsuk. Az elmúlt évben már támogattuk a kórházat. Akkor a gyerekosztály és a szülészet nőgyógyászat kapott hasonló összegű támogatást. A mostani segítség az éves szinten 75 ezer beteget ellátó fülorgégészet és fejnyaksebészeti osztály 5 szakrendelésébe biztosított 6 klímaberendezést. Az audiológiai állomáson, illetve az otoneurológiai, tehát az egyensúlyzavarokkal foglalkozó diagnosztikában komputereket használunk, tehát ilyen nagyon érzékeny készülékeket, amik a nagy hőségben, amíg nem volt klíma, egyszerűen nem indultak el. Nem lehetett működésbe hozni őket, mert van egy optimális üzemhőmérsékletük, amit ha meghaladnak, akkor egyszerűen nem működik. Az ember még működik valahogy, mert ugye melege van és izzad, de a gép nem fog. Ezen felül a várakozási időt is elviselhetőbbé teszik az új eszközök, de hozzájárulnak ahhoz is, hogy a személyzet jobban tudjon koncentrálni a diagnosztizálásra.